Professzor úr, elég sok támogatást kap mostanában az egyetem, mind anyagi, mind egyéb felajánlásokat. Milyen felajánlások érkeznek leginkább most az egyetemre? Az egyetem alapítványa, egyetem közhasznú alapítványa pénzügyi támogatásokat tud fogadni. Nagyon impresszionáló volt, ahogyan a régió vállalkozásai, pedig hát ezek a vállalkozások nem igazából nagymenő és nagypénzű vállalkozások, de rögtön az elején felajánlották a támogatásukat, és a Pécs-Baranyai Iparkamara segítségével elég szép összeg érkezett már be a számlánkra, amit természetesen, mivel hogy alapítvány, azonnal tudunk tovább csatornázni egy belső pályázat formájába azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Ezért aztán meghirdettünk rögtön az elején kifejezetten a COVID-19 járványnal kapcsolatban egy belső pályázatot, amire már érkeztek is be, sőt, örömmel jelenthetem, az első pályázat, a fogászati klinika, az egyik első pályázat a fogászati klinikának a pályázata, akik védőfelszereléseket, maszkokat, köpenyeket kértek, az már meg is érkezett, a mai nap már át is vették ezeket a védőfelszereléseket. Kik pályáztak még? Kik azok, akik még részesülni tudnak ebből a befolyt összegből, ami az alapítványhoz érkezik? Az egyes számú belklinika, ők kis műszereket kértek, amik hát idáig hiányoztak, vérnyomásmérők, vércukormérő, ami viszont a napi rutin betegellátáshoz és így a covidos betegek ellátásába is ott helyben a betegágy mellett szüksége van rá oxigenizációt mérő eszközöket, illetőleg a legnagyobb pályázat az intenzív terápiás intézettől jött, hát ugye ők lélegeztetik ezeket a betegeket, az egy nagy pályázati csomag, aminek az a lényege, hogy olyan eszközöket kértek, olyan eszközökre kértek támogatást, amelyeket már régebben megrendeltek, csak forrás hiány miatt ezek benn vannak az országban. Nagyon remélem, hogy az alapítvány gyors döntése következtében egyébként a kuratórium minden beérkezett pályázatot legkésőbb 48 órán belül elbírál, de általában aznap már döntés születik ebbe az ügybe. Remélhetőleg ezek az eszközök, lélegeztető géphez tartozó eszközök, ezek beérkeznek vagy a hétvégére, vagy a jövő hét legelejére. Tehát egy rendkívül gyors és jól kontrollálható menetet tesz lehetővé a pályázat. Hogyha valaki szeretné támogatni az alapítványt, vagy összeget szeretne utalni az alapítványnak, ezt hogyan teheti meg? Az alapítvány számlájára befizet, és esetleg ír egy e-mailt, ez lenne a legegyszerűbb, ír egy e-mailt az alapítvány e-mail címére, és bármelyik banknál az alapítvány számla számára befizeti ezt az összeget. Hogyha nem az alapítványon keresztül, hanem egyéb módon szeretné valaki támogatni az egyetemünket, hogyan teheti meg ezt még? Hát élelmiszerrel, tárgyi adományokkal is támogatják az egyetemet, de az nem az alapítványon keresztül történik, hanem a klinikai központnak a munkatársai intézik ezt. Ugye ezentúl nem sokára elérkezünk az adóbevallásokhoz is, és ugye van 1%, amiről mi rendelkezünk. Esetleg felajánlhatja egy magánszemély az 1%-ot az egyetem számára? Sőt, mi ennek örülnénk a legjobban, ugyanis adatunk van arról, hogy az egyetemi dolgozók több mint 60%-a egyáltalán nem rendelkezik erről a felajánlható 1%-ról. Ez pedig elég nagy baj, hiszen a törvény lehetővé teszi, hogy mindenki az adójának 1%-át olyan célra fordítsa, amire ő szeretné. Bárki, aki Magyarországon adózik, jogosult arra, hogy bárkit támogasson ezzel az 1%-kal, és hát ezek között ugye a mi közhasznú alapítványunk is ott van. Én egyet tudok mondani, hogy jó helyre kerül ez a pénz. Hogyha most rendelkezünk az 1%-unkról, és rendelkeznek a lakosság nagy része az 1%-ról, a most befolyt összeg
az mire lesz felhasználva? Egy százaléknál igyekszünk, hogy lehetőség szerint a 10 kar között és hát a kiszolgáló létesítmények között ez egyenletesen oszlódjon el. Természetes, itt nagyon kis pénzekről van szó. Lehet itt támogatni belőle tanulmányutat, lehet belőle támogatni például azt, hogy valakinek olyan közleménye van, amiért fizetni kell a megjelenésért. De lehet belőle támogatni kísértékű eszközöket, kísértékű eszközöknek a beszerzését, vagy egy könyvnek a kiadását. Tehát ezek inkább erre mennek. A COVID-19-nél ott természetesen egész más a helyzet, ott eszközökre mennek a támogatások. Professzor úr, én nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Én is köszönöm, és kérem, hogy mindenki rendelkezzék az adója 1%-áról, és ha lehetséges, támogasson minket.